Tudják, mindig nagy kihívás egy riporter számára, hogyha olyan vendéggel kell tölteni egy napot, aki nagyon nem szeret nyilatkozni. Én mégis becserkésztem. A fiút úgy hívják, hogy Tóth Tibi, de nem ilyenkor kapják fel a fejüket az emberek, hanem mikor azt mondja a szakma és mindenki, hogy Hooligans Tibi. Ez a fiatalember, aki agyon van tetoválva, nagyon szép lelke van, hiszen az összes Hooligans dalt ő írta. Én ma Tibivel töltöm a napot, önök pedig tartsák. Remélem, nem gondolta meg magát. Atika. Ne! Csókollak! Te top modell? Szevasz! 12 előtt csak top modellek zavarhatnak. Hát figyelj, nekem nincs órám, de én kicsit most megijedtem ettől a lábtörlőtől. Hát ez a rockhaver. Ja, rockhaver! Tibikém, tudod milyen büszke vagyok, hogy fogadtál? Ezt mondtam a Felkomban is. Igen, nem hogy csodálom. Mert te nem nagyon nyilatkozol. És azt is tudom, hogy nem tudsz kávét főzni. De tudok kávét főzni. Csinálod neked? Csinálj! Főleg kaharni kell, még egyszerűbb. Na jó, hát figyelj, Tibi, a kávét talán valahogy összehozol, de úgy tudom, hogy te semmit, még egy bundás kenyeret sem tudsz csinálni. Nem igaz, én nagyon jól főzök, haver. De biztos? Aha, abszolút. De nem ilyen konzervből melegített? Nem, nem, tényleg tudok. Na mutasd a kávét, abban megalapítom, tessék. Te most kivételesen ilyen karrós kávé lesz, mert ez nagyon egészséges, ez lúgos kávé, haver. Milyen? Lúgos. Lúgos? Lúgosítasz engem ma? Aha. Na mutasd, tépjed bele, te csináld, én nem nyúlok semmi edét, csak kavargatom. De furcsa, tényleg furcsa, hogy koncerteken nagyon sokat találkozunk, de hogy beengedje a hajlékot, azt mondtam is a nézőknek az elején, hogy ez hát nekem nagyon jó lesz. Elsősoros rajongót, igen, ritkán szoktam. Nagyon jó. Na, ez lesz az enyém, ezt én kavarog, jó? Jó, hát te azért kérdez? Nem, kérek, hát én tudod, én vigyázz, én... Mire vigyázz? De ez laktózmentes. De ha laktóz, ha nem laktóz, én nekem ez így jó lesz. Ja. Hát egész jól néz ki. Tóth Tibi főz nekem. De van rendes kávéfőzőm is, ez tényleg ez jó pofa kávé. A mai napon elmagyarázom neked, hogy hogyan kell slágert írni. Na. Jó? Tehát én ezeket megtanítom neked. Jó. Benne nagyon vagy? Kíváncsi leszek. Nagyon sok slágeredről hallottam. Igen. De tényleg az van. Most meg ugye az van, hogy írod az új lemezt. Igen, pontosan. Na, beszéljünk róla. Hát nem is tudom, hanyadik a tizenvalahanyadik lemez lesz. A fele már kész van. Elég gyorsan, jól sikerült így pár hét alatt így a 6 számot összehozni. És a szövegírók dolgoznak rajta, megyünk dobolni jövő héten. A végén lesz a basszusgitározás, és Dandó Zorikával dolgozom ugyancsak együtt ahhoz, hogy az összes lemezem. Mert nagyon szeretek együtt dolgozni, teljesen egy hullámhoz, hogy tudja, mit szeretnék, hogy megvalósítja nekem. Úgyhogy ennyi. Legyen az, hogy kiülünk, és akkor én még fagadlak. Mi? Benne vagy? Jó, rendben. Hát ezt sose fogom meginni, olyan forró. Általában azt a kérdést a zeneszerzők nem szeretik. Na.
hogy mivel nem normális dolog zenét írni. Tehát, komolyan? Hát nem normális, mert akkor, ha mindenki tudna, nagy bajban lennétek, meg ez ugye van egy papír, vagy egyszer csak dal lesz belőle egy üres papírból. Hogy te mikor vetted észre magadon, hogy te tudsz ilyen csodát? Mert szerintem ez azért csoda. Hát én csak csinálgattam, a kezdetektől fogva csinálom ezt, mert amikor még nem tudtam gitározni, akkor is már próbáltam számot csinálni abból a két akkordból, amit először megtanultam, és azokat variáltam össze-vissza. Amikor egyre többet tudtam, azokat. Az ember az elejétől kezdve próbál így alkotni, vagy hogy számít arra, hogy ez majd be fog jönni meg, hogy sikeres lesz egyszer csak. De hát ez mondjuk a számmérés, egy egész életem való tanulás, meg úgy figyelni a trendeket is, vagy attól függ, milyen zenét játszol, persze, hogyha rock and roll, régi zenét, akkor nem kell a trendeket figyelni, de azért képbe kell lenni mindennel úgy szerintem, aki így napra kész akar lenni. És ez miért van, hogy ti ezt olyan természetesnek veszitek, akik ezt tudjátok, hogy már két akkordot ismertem és elkezdtem dalt írni. Ez nem természetes, tehát nem érzed? Más szakmánál is így van. Tegnap egy lakberendezőnél voltam, az meg olyan természetes, hogy látja egyből, hogy mit tud ebből kihozni, meg úristen, ebből nem lesz semmi, hát ez lehetetlenség megtervezni ezt, hogy ez összejön a kép. Hát ugyanígy vagyunk szerintem vele. Ilyenkor, amikor készül egy lemez, és mondjuk van egy határidő, vagy legalábbis régen volt, akkor nem folyt az a gondolat, hogy úristen, két hét van, három. Abszolút inspirál igazából. Pont Kavaj. Akkor, amikor már le kellett volna, tegnap le kellett volna adni, akkor írom a legjobb számokat. Valamiért a határidő engem ez így még jobban alkotásra ösztönöz, meg jobban sikerül, vagy nem tudom miért. És az kulisszatitok, hogy ilyenkor visszahallgatod a régi dalokat? Nagy ritkán igazából azért, mert a bejárónőm úgy ezt hallgat, és kénytelen vagyok visszahallgatni így. Hol érzed magad jobban? Velem szemben, mikor faggatlak egész nap, vagy amikor fönt vagy a színpadon és tolod ezerrel? Hát szeretek színpadon állni természetesen, de veled is jól érzem magam. Akkor kicsit faggatlak a kezdetektől napjainkig, benne vagy? Jó. Köszönöm szépen. Ahogy láttam a fellépéseket, van néhány. Ez a hely ezek szerint az, ahol te szeretsz ücsörögni, csak attól tartok, ja, hogy egyáltalán nincs rá időd. Jól tudom? Hát azért napközben van rá időm, de rengeteget játszunk, valóban jól tudod. Örülök is ennek, alig várom, hogy eljöjjön a koncertszezon, ami ilyen márciustól indul december 31-ig. De közben meg, amikor nem lemezt írok, akkor itt pihenek valóban. Uh-huh. Tévézek, zenét nézek, meg ilyesmi. Honnan indultál, és ki vagy mi fertőzött meg? Volt-e valaki? Abszolút, igen. Volt-e valaki? Parancsolj. Hát 8 éves koromban láttam meg először ezt a Hard Day's Night című filmet a Beatles-től. A szüleimben nézték, és annyira megtetszett, annyira magával ragadott, hogy onnantól kezdve elterveztem, hogy én leszek a szerencsi Beatles-ek. Uh-huh. Hogy mi leszünk. Szerencsen járunk? Igen, szerencsen. Ott születtem, meg ott, vagy Sátorújon születtem, de szerencsen éltem. Uh-huh. Ott nőttem fel, az egész zenekar, Zsoltikát leszámítva. És onnantól kezdve ez annyira megfertőzött, hogy onnantól kezdve én zenész akartam lenni, és csak ez érdekelt. Uh-huh. Romlott a tanulmányi eredményem a zenejavára, de ezek szerint úgy néz ki, hogy véghez vittem a gyerekkori álmomat. Ezek szerint akkor B-verzió nem létezett? Illetve nem mondták-e otthon, hogy na jó van, édesfiam, tőlem zenélhetsz, de valami normális szakmát mutass fel? Nem, hát nem támogatta apukám főleg ezt az egész. Azt mondta, hogy ez olyan a zenész szakma, mint a gonfocista, hogy ilyen nincs, nem létezik. De utána egy idő után azt mondta, hogy csak akkor hisz nekem, hogyha lerakjuk ezt a vizsgát, vagy egy erről papírom lesz. Ori akkor... vizsga volt akkor ez? Igen, és igen, megcsináltuk az ori vizsgát. Onnantól kezdve teljes mellszélességgel mellénk állt, ő lett a zenekar menedzsere, vitt minket, ő szervezte a koncerteket, meg minden. Honnan volt az erő? Honnan volt a muníció? Hiszen gondolom garázsban gyakorol... Abszolút, igen. Na ezekről. Rengeteg ilyen tehetségkutató verseny volt még annak idején így az egész országban, Barcikától kezdve Békés Csaba, mindenhol, és akkor egy idő után, majdnem, hogy szinte az elejétől végignyertük az összeset.
És akkor ott már voltak díjak, kaptunk egy mikrofon mondjuk lehetett nyerni, meg fellépési lehetőséget, meg ilyesmi volt, lemezszerződést nyertünk itt Budapesten. Tibi, akkor már Hooligans? Nem, még nem, az még Ramszesz volt. Tehát ez a Hooligans Ramszesz, igen. Gyakorlatilag. Hogy jött a Hooligans? Az világos, hogy együtt nőtetek fel, meg minden, de hogy maga a név, ki választotta ki, ki találta ki? Az azt hiszem, akkor még így elég nagy mötlikrűsek voltunk, és volt egy számunk a Hooligans Holiday. És annyira tetszett, meg annyira passzolt, hogy mi lenne a Hooligans, amíg amúgy sem voltunk annyira jó fiúk. De... Azt szokták mondani a zenészek, főleg a gitárosok, hogy azért kezdtek el zenélni, mert könnyebb bele csajozni. Hát, de... tudom, hogy most inkább akkor focistának kellett volna lennem, nem tudom. Nagyon diplomatikus válasz. Hát biztos, hogy hát a színpad az vonza, ott megszépül mindenki, hogyha jól csinálja. Ha rosszul, akkor megcsúnyul, gondolom. De mivel tényleg jól alakultak a dolgaink, igen, valóban vonzotta a színpad a hölgyeket. Adtatok-e valami fajta, hogy is mondjam, időpontot, ha addig nem, akkor hagyjuk, mert hát ez nem, nem termett. Csak ebbe hittünk, és mi kitartottunk a végső vizsgátunkon, eljött a szinti pop ideje, mi akkor is rockzenét játszottunk, és akkor is hittünk benne, bár ott azt mondja, lejátszanák a számunkat, hogyha nincs benne mondjuk gitár, de hát akkor is kitartottunk, és amit mi elterveztünk, mi ezt végighez akartuk vinni, mert csak ehhez értünk, és nem akarunk más csinálni. Ugorjunk egy nagyot. Melyik az első olyan Hooligans történet, amikor úgy érezted, vagy kérdezhetem úgy is, hogy úgy éreztétek, hogy révbe értetek? Ez szeretnénk. Hát az első ilyen nagy kiemelkedő dolog, amit elértünk, az a Hooligans-szel, az a Paradicsom számot, valami olyan érdeklődés lett a zenekar felé, amit nem is gondoltuk, hogy pont az a számmal, mert az nem pontosan jellemezte igazából a stílusunkat, ez egy ilyen lassú szám, egy ilyen kicsit vicces szöveggel, és azt annyit játszották, meg annyi ember szerette, hogy ott megindult valami. Ez marra jó, mint egy léghajó. Ez marra jó, nem ősz, mint egy léghajó. Tudod, mire még kíváncsi, hogy milyen érzésekkel töltött el, amikor még az első helyi rádióban meghallottad azt a dalt, amit te írtál. Ide szeretnék kiukatni valahogyan. Hát természetesen nagyon jó volt. Ott volt egy műsor, aminek sokat köszönhetek, így több stílusban meg lehetett mutatni a tudásunkat, vagy főleg nekem, mint zeneszerző, meg így a stúdióban a dolgokat, és ott ívelt fel nagyon a zenekarnak a pályafutása, és onnantól a kiadó keresett már meg minket, és kiadta a lemezünket, és onnantól kezdve játszik minket így a rádió. Uh-huh. És folyamatosan te írtad a dalokat mindig? Igen. Dicsőség vagy felelősség? Mert világos, hogy mindig fölfele kell menni, tehát előre kell menni, és minden dal, te írsz, nem fogadtok be vendégdalokat, hogy ez azért nem szorítja olykor a torkodat, hogy most aztán megint... Igazából én nem foglalkozom vele, én úgysem, hogy van mondani valóm, és hogyha ez tetszik az embereknek, akkor ennek örülök. De hál' Istennek, mivel sokan járnak, meg szeretnek minket, meg a rengeteget adunk el lemezekből is, egyelőre még a szerencse mellettem van, vagy hogy mondjam. És hogy van ez, amikor megírsz valamit, akkor nem érzed azt, hogy ennél most nehezen fogok jobbat írni? Hogy nem mindig az a legkedvesebb? Én igazából így nem foglalkozom azzal, hogy mit mondanak. Én azért úgy érzem, hogy tudom, hogy mit szeretnék, meg hogy ez fog-e tetszeni egyáltalán az embereknek, vagy sem. Hát valakivel csak meg kell osztani, hogy ez most jó, mert oké, hogy te biztos vagy benne, hogy ez jó dal. De hogy megmutatod valakinek, hogy szerinted? Tehát... Hát régen apukámnak mutattam, elég szigorúan vette, igen. Meg a barátaimnak, aki olyan, aki tényleg foglalkozik és napra kész a zenével. Van bizonyos emberek, a Dénes barátom, akinek nagyon adok a véleményére, mert ő tényleg vágja ezeket a dolgokat. Mondjuk igazából zenéhez ez nem kell érteni, tehát a hallgatónak nem úgy, a hallgatónak nem kell értenie, nem nekem. Uh-huh. Amikor elkészült a Királylány például, már úgy értem, hogy neked is még mielőtt megmutattad valakinek, akkor tudja ilyenkor a szerző, hogy ez sláger?
Hát igazából slágerzenét játszom, meg csinálok. Úgyhogy na de hogy ekkora sláger? Hát azt nem tudtam, hogy ekkora, de ott hozzájárult egy, a szöveg, hogy egy kicsit egy ilyen ironikus, ilyen cinikus így a hölgyekről egy ilyen, és azért jött be az embereknél, hogy így látták a vagy a barátnőjüket benne, vagy viccesen magukat a lányok, és azért hozzátett, hogy tényleg ott a szöveg. Amikor 101 néhány koncert van mondjuk egy évben, hogyha nem játszanál szívesen mindig, azt megmondanád? Persze, imádok játszani. Hát igen? Várom, hogy elkezdjük, hát azért születtem, hogy a színpadon álljak. És amikor sok-sok ezer ember énekli azokat a dalokat, amiket te megálmodtál, és mondjuk a legnagyobb koncertjátszóhelyeken vagy fesztiválokon, akkor én jól láttam például, most helyet nem tudom pontosan, hogy legördül egy könycsepp, tehát hogy az embernek ez így, aki ezeket hát megálmodja. Könycsepp azért nem, mert akkor már megittam pár sört, és nem tudok elérzékenyülni, de nagyon örülök neki, és ez olyan jó, hogy a visszajelzés tényleg, hogy van, hogy nem csak a három barátom tapsol, hogy tényleg jók voltatok, hanem tényleg éneklik velünk, akkor sok ember feltetováltotta magára, meg ez tényleg nagyon, nagyon jó érzésre tölt el, az biztos. Az az érdekes, hogyha valaki ilyen gyönyörű dalokat tud írni, mint te. Sokszor balladisztikus. Értsem úgy, hogy te pontosan emiatt akkor te egy olyan kemény, és akkor én nem bőgök, meg egy jó filmet megnézek. Vagy... Nem, érzékeny vagyok. Na ezt akartam, erre akartam kiukat. De hogy nem. Akkor, hogy, például miért sírtál utoljára, és miért? Hát sírni nem vagy szoktam, azért csak így elérzékenyülök, vagy így hat a lelkemre bizonyos filmben olyan részlet, vagy valami, hát attól persze érzékeny vagyok. Talán és azért is, tehát aki számot ír, szerintem az hozzátartozik, attól függ, mondjuk, hogy nem thrash metalt ír, gondolom. De az ilyen balladisztikus számok, az mindenképpen kell érzelem, mindenképp kell érzelem. Most el kell kezdeni egy dalt. Hogy kezded? Fogod a gitárodat, félrevonulsz, bemész a WC-be, fürdőszobába, emeletre. Ezért, hogy mit csinálsz? Hát felmegyek el, megfogom a gitárt, fogdosom az akkordokat, dúdolgatok hozzá, én énekelgetek, hogy lenne jó, és akkor utána, ami tetszik, így felveszem a telefonomat, beállítom magammal szembe play, és akkor eldöntöm, hogy ez a verze átvezető, vagy a refrén lesz. És utána gondolkodom, ha már itt megvan egy téma, ahhoz gondolkodom, hogy lehetne folytatni, vagy melyik, mi passzol még hozzá. Felveszek ott is egy részt, oké. És akkor így nézem tovább, és három rész megvan, akkor így összerakom, rakok hozzá egy gitárriffet az elejére közbe, meg ilyesmi. Hát így feldíszítgetem magamba, és utána a stúdióban ezt megvalósítom majd rendesen. Játsszunk el a gondolattal, hogy 15 év múlva te meg én itt ülünk, ugyanitt ülünk. Szerinted miről fogunk beszélgetni? És mit szeretnél, hogy miről beszélgessünk 15 év múlva? Hát, hogy még mindig itt vagyok, és ugyanazt csinálom. De komolyan. Hát szeretném, hogyha ez még működne 15 év múlva is. Hogy nem az, hogy hú, de jó volt még, amikor emlékszel, Attika, amikor itt ültél. Hát az volt az utolsó, utána van semmi koncert. Nem, ezt nem szeretném. Na mindegy, azt szeretném, hogy ezt tartsuk, ezt, ami, ahol a Hooligans van, ez már életünk végéig. Hogy ott halljunk meg a színpadon is. Ez lett volna a következő kérdés, úgy látszik, hogy belelátsz a gondolataimba, hogy ezt meddig lehet? Tehát hogy mikor nem Tibi bácsiznak, vagy érted? De most még oké? Okay? Hát még az ember nem vicces, nevetséges a színpadon, de hát teszünk azért, hogy ne legyünk azok. Addig még tényleg nem buhócnak tekintik, meg még ha a közönség már kezd fogyni, vagy valami, akkor már érzed az ember, hú, itt valami baj van, itt ezt már ne erőltessük tovább. Akkor szerintem abba hagynám. Szerinted megírtad már a legnagyobb slágeredet? Hát remélem nem. Menjünk el szerintem ebédelni, hogy még jobb kedved legyen.
van egy nagyon kedves közös barátunk, ahová mehetünk, és ha megengeded, akkor még útközben egy kicsit faggatnálak, ha beengedsz az autódba. Rend, persze, megérjésnék, persze. De jó volna, de jó volna, de jó volna, minden így maradna, az összes dolog az életemben. Az összes dolog az életemben, tartson örökké. Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké. Amikor szerencsén próbálkoztatok az első hangokkal, azért nem gondoltad, hogy majd egyszer egy ilyen gyönyörű szép telepjára szered a habokat, ugye? Hát titkon gondoltam azért. De erre mindig foglalkoztam kocsikkal, így, hogy gyerek, amikor nem volt az embernek pénze rá, akkor direkt nem foglalkoztam vele, mert nem akarnám magamat ilyen rossz, hogy rossz érzésre töltsön el. Te milyen sofőr vagy egyébként? Ha benéznek az autóba, te egy tetovált, kigyúrt terepjárós ember, így is vezesz, tehát, hogy oda szólsz? Nem, de csak tudják, hogy zenész vagyok egyrészt, akinek van tévéje, meg járatja az újságot. De nem, én képzeld el, amúgy van a másik szakmám, hivatásos sofőr vagyok. Komolyan? De már régen volt egy olyan lehetőség, hogy le lehetett rakni egy bére-cére, hogy a katonának vonózban, még én katona is voltam, én is akkor hogy a sofőr legyél, és akkor volt egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen csomag, és akkor azt leraktam, és egy hivatásos sofőr a másik szakmám. Egyébként, hogy, de most ugye elmegyünk egy ködös barátunkhoz, aki a te tiszteletedre pacalpörköltel vár bennünket. Szereted? Szereted? Meg amúgy szereted a kis hasikádat, meg innen? Minden kaját szeretek, ami jól van elkészítve. Tehát biztos, hogy nagyon kevés, amit így annyira nem a kedvencem, például egy lebben és leves, de azt mondták azért, mert nem ettem olyat, ami úgy van elkészítve, ahogy kell. De azt mondtad a konyhában, amikor bent voltunk és kávéztunk, vagy csináltad a kávét, hogy tudsz főzni, és most abszolút. Nem tudtam, hogy elhiggyem, vagy ne. De nem, miért tényleg. De mit tudsz főzni? Vagy mindent? Vagy mi? Hát igen. Sütni nem tudok, mert ilyen tortákkal nem... Édességet nem is szeretem, de csak azért, mert nem foglalkozom el. De ilyen mindenféle húsokat, mindenféle ilyen halászlétől kezdve bármit ilyen. De rá voltál kényszerítve, vagy csak kíváncsiságból? Tetszett is igazából. Meg... Szerintem így picit van is érzékem, azért tudom, hogyha egy kajából, hogy mi hiányzik, vagy milyen összetevők vannak úgy nagyjából benne, így nem tudom, hogy szeretek ezzel foglalkozni, ezzel is. Na itt most lecsapok, mert úgy tudom, hogy sokszor hívtak benneteket különböző főzőműsorokban mindent, de úgy döntöttetek huligánsz tagok, hogy nem mentek. Mert hogy nem vagytok celebek? Így van, nem akartunk így celebeskedni, hogy ezzel, egy kicsit az ilyen bohóckodás, és azt nem akarunk, inkább a zenével foglalkozunk, hogyha lehet. Akkor megkérdezhetem, hogy simogassa a lelkemet, hogy igaz, hogy ez nem egy kereskedelmi televízió, ami ilyen kis nem dolgozom celebekkel, de hogy ezt miért vállaltad el, amikor egy egész napodat követem, és próbálom megmutatni a nézőknek azt az oldaladat, amit egy koncert után nem nagyon láthatnak? Azért igazából 98%-ban a zenéről beszéltünk. Meg az, hogy kezdtük ezt az egészet, hát minden a zenével kapcsolatos volt. Most felraktál három olyan kérdést, ami nem volt a sofőrködés, de ezt csak azért raktad fel, mert viszlek. Igen, hát tényleg, hogy ne féljek, persze. Persze. Egyébként azon elgondolkodtál már, hogy úgy is tudnád élni az életedet, hogyha a B-verzió jön elő, és kénytelen vagy... Örülök, hogy is volt. Nem úgy értem, ja. Hanem hogy te tényleg, hogy akkor se dőlne össze a világ, hogyha... Most egy ideig mondjuk sofőrnek kéne lenned? Hát én mindenféle... Csak játszunk el a gondolatot. Ja. Hát, mondjuk ez sosem merült fel bennem, de nem, zene nélkül nem tudok élni igazából. Mondom, hogyha már amit kérdeztél, hogy mi lenne, hogyha a színpadon már mondjuk esetleg nevetségesnek tűnne az egész, azért stúdióban szeretnék ugyanúgy dolgozni, vagy számokat írni, hogyha már az ember nem felel meg így a színpadon.
De hát az még nagyon messze van, azt tudod? Hogy még mennyit kell addig dolgozni? Hát a profisztára vagy? Hát remélem. Ért már téged ilyen, hogy alkotói válság? Nem, mondom, van mondani valóm, tele vagyok mondani valóval. Úgyhogy hál' Istennek még ilyen azért nem történt meg. Tehát mindig, amikor kell, akkor lerakod az asztalra, amit kérnek és állnak. De azért, mert ma rengeteget foglalkoztam, hogy mitől működik egy szem. Tehát én, ahogy elkezdtem zenélni, 8 éves korom óta, utána már azt figyelem, hogy mik vannak egy zenei szem, egy nagy slágerben, hogy a hangszereléseket figyelem, hogy az mitől döglik ott a légy, meg hogy mitől működik. Hogyha lenne egy lehetőség, hogy írj valakinek egy sláger, de nem Hooligans együttes, olyanokat vállalsz? Csináltál? Csináltam, igen. Például volt ilyen induló együttes az EMI-nál, mondjuk a No Thanks együttes, nekik az első klipnótájukat, vagy a másodikat, a számot azt én csináltam, a Fekete Nap gyermeke, vagy valami ilyesmi volt a címe. De másnak is írtam, már nem is tudom, most hirtelen kinek. Te is ez a, hogy mondjam, ez a poszter, ami rajtad van, meg rajtatok van mindenkin. Ez alapelvárás, ez egy koncepció, vagy megbeszéltétek, mert hát te is teheted, ez van rajtad néhány kiló. Nekünk tetszett ez mindig is, mondom, a Mötlikről együttestől látok legelőször, és úgy még senki nem nézett ki hirtelen, mint ahogy ők. És ez nekünk is így kell kinézni, kész, passzolna hozzánk is. És akkor így fokozatosan elkezdtünk is tetováltatni magunkat. Tudod, miért kérdeztem, ugye? Nem. Hát mert találkozunk ma Indiánnal is, aki ugye... Igen, aki csinálta a Paradicsom számunkra, mert indultunk a első klipünket. Uh-huh. Meg még és más? Utána rengeteget dolgoztunk együtt, még ő visszatérő is, csak van, amikor klipet csinál, amikor tetováló, valamikor kaszkadőr. Tehát mondani. Annyira sok lábon él, hogy attól függ, hogy most hogy a klipet... Tetoválás nagy részét ő csinálta? Csinált sokat nekünk. Csinált sokat. Abszolút. Indián... szerinted habitusa, mentalitása, életfelfogása hasonlít a tiétekhez, és ezért tud olyan klippet csinálni, ami nektek pont jó? Ezt most abszolút jól megfogalmaztad, valóban ez így van. Persze, majd megkérdezem tőle is, de ki jár koncertre? Tehát összejártok, vagy csak munkakapcsolatban? Ne, elég gyakran, amikor tud szerintem, meg úgy van neki, akkor el szokott jönni Hooligans koncert. Volt, hogy lejött velünk egy távolabbi pontra, mert akkor úgy engedte a szabad idejét. De azt tovább tartott az a buli? Persze, abszolút. Tehát ti Hooligans tagok, így családiak, össze vagytok butorozva, vagy szorítkoztok a koncertekre? Hát most már nem, mert annyit vagyunk együtt, hogy az keményebb, mint aki a családjával van. Gyakorlatilag ez a családunk, tehát annyit vagyunk együtt, mint más családjával. Tehát ilyen 300 napot mindenki egy évben. Az tényleg sok. Úgyhogy amikor van egy kis ilyen szabadidőnk, akkor megpróbál mindenkinek, van egy külön azért baráti társaság ezen kívül, vagy barátnője, vagy feleség, vagy mit tudom, és akkor próbálunk azokkal is lenni. Rezgett már a léc? Volt úgy, elmondanád, hogyha mondjuk összebalhéztatok volna keményebben a csapattagokkal, mondjuk mivel, hogy össze vagytok zárva, vagy akár egy zenén, vagy egy klippen, vagy egy koncerten? Veszekedés az szokott lenni, verekedések sose fajul. Az nagyon durva lenne, olyan, mint tényleg, hogy nem üteted meg a szüleidet, meg úgy vagyunk egymással, hogy ilyen nincs, de veszekedés persze szokott lenni, tehát egy jó családban is van mindig veszekedés, vagy... Mi váltja ki? Néha mondjuk nem ért egyet az egyik a másikkal, vagy de ha hülyeséget csinál, és akkor nem ismeri el a másik, tehát ilyen apróságok, de utána tudjuk kezelni, és aki hibás volt, vagy valami, az másnap felhívja a másikat, és akkor bocsánatot kér, hülye voltam, tényleg igazad volt, nem így kellett volna. És akkor már akkor megbocsát az ember természetesen, és akkor ez egy jó család. Te is szoktál hülyeséget csinálni? Abszolút igen, de most már azért egyre normálisabbak vagyunk, hogy mindig idősebb, azért annyira nagy őrültséget nem csinálunk azért. Már várnak rá, csak szerszemű lelki. Endinek van gyerek, Zsoltikának van gyerek,
Csipának még nincsen, nincs, ugye? Nincs. Csipának még neked nincs. Na most te ezt mivel magyarázod? Hogyha nem vagyok indiszkrét. Ez lehet, hogy mély interjúnak. Ez csak véletlenül alakult így, de szeretnék gyerek. Abszolút családcentrikus vagyok, azért van a family is feltetováltatva a kezemre, úgyhogy ez csak egyenlőre, az átmeneti állapot, de szeretnék gyereket, meg dolgozok is rajta. Uh-huh. Ha 101 néhány fellépés van, akkor csak olyan leszel, mint egy vasárnapi apuka. Hogy csak hétköznap tudsz le. Figyelj, az indulásig azért tudok foglalkozni a családdal, igazából ilyen 5-6 óra körül szoktunk indulni, és azért egy héten úgy nagyjából ilyen, az általánosság az 3 koncert, tehát a többi időmet azért rájuk tudom fordítani. Hát igazából, hogyha dolgozik valaki, egy rendes munkát csinál az ember, akkor tényleg akkor is este 7-re ér haza, és reggel 8-ra már ott van a munkahelyén. Igen. Tehát azok lehet, hogy még kevesebbet is tudnának foglalkozni. Kevesebbet is foglalkoznak a családdal. Játsszunk el a gondolattal. Na. Kis Lurkó, kis Hooligans Tibi. Mit tudom én, 8. osztályos korában már a 6. tetoválás fölugrik, vagy valami, vagy hogy képzeljem el? Te mit most eljátszottál a gondolattal, hogy jön a trónörökös, akkor az, hogy fog kinézni, és mit fog neki engedni a fater? Hát zerész azért ne legyen, mert ott az elég lutria az egész, ott semmit nem... Hát pedig úgyis az lesz, azt tudod? Nem biztos. Hát mi lesz, sofőr vagy, mit tudom én, de hát orvos? Hát hagyom azért neki, amit ő szeretne természetesen. De gondolkodtál már ezen egyébként? Hát úgy, figyelj, azon nem gondolkodtál, nem, hogy a Hooligans Tibi, mint apa, tessék. Látod magad előtt? Hát én szeretnék jó apa lenni, meg én próbálok az lenni majd. Hát látom magam előtt, abszolút. De tetoválás is csak bizonyos kor felett, meg ha jól meggondolta akkor, vagy átgondolta, együtt elmegyünk, segítek neki. Na, de most nem egészen erre gondoltam, arra gondoltam, hogy egész éjjel sír, kell vinni, tisztába kell tenni. Hát de akkor annak is megvan a szépsége, meg minden, az azért rengeteg ilyen pozitív energiát ad a saját gyerek, hogy az mindig öröm az ember számára. Ha szomorú is ránéz, az egy boldogság hormon abszolút. Tudod, hogyha az Andyről beszélünk, ugye, akinek vannak már nagyobb gyerekek, azért nem kis dolog ám, amikor több ezer ember nektek tapsol, és a gyerek meg ott van, és csodálja a naput. Nem? Hát, valóban, de ezt jobban tudja azért. Még nem vagy én, de érzem jól, hogy fentről nézel rám. Talán, ma büszke lennél már. Bár még egyszer újra hallanám, ahogy szólsz hozzám, apám, szemedben égne a régi láng, az, amit rám hagytál. Amúgy, ha megkérdezhetem, akkor te meg vagy állapodva, tehát hogy most már inkább a család fele hajlik a én amúgy mindig is igazából a pár, mindig a családot néztem, nem az alkalmi kapcsolatot, bár a melléket példa nem ezt mutatja. Te is a Szerencs városa, ott már ott van ilyen Tóth Tibiről ilyen lovas szobor, meg ilyesmi? Szobor is, de ott már lovaggá ütöttek minket. Komoly? A szerencsétlenben, abszolút tiszteletbeli polgárok vagyunk, meg minden. De jó. Úgyhogy elismerem. Ez jól esik? Jól esik, mert annak idején nem sokat segítettek, viszont most már így, hogy elértünk valamit, most már így büszkén állnak mellénk természetesen. Lehet, hogy otthon kellett volna megkérdeznem, de hány pár cipőd van és hány darab kalapod? Mert úgy tudom, hogy ez 100 fölött van. Hát majdnem 1000 cipőm van, kalapom meg az is rengeteg van. És van majd 100, baseball sapka is. Rengeteg. De mi vagy, te 100 lábú? Szeretem a cipőket, a férfinak az óra és a cipő, ami az fontos. Óra? Óra. Ja, azt csak nekem van, igen. Nem, én szeretem de nem kérkedek, meg nem vágok fel, tehát általában azért mindig egy tornacipőbe, egyik fajta tornacipőbe szoktam lenni, de vannak nagyon extra cipőim, meg tényleg, amik alkalmakra vannak csak. Tudod, megkérdeztem valakit, és nem mesélem el, hogy kit. Megkérdeztem valakit, hogy mi a hobbid? És azt mondták, hogy a zene, meg a shoppingolás. Ez tévedés? Hogy az enyém volt? Igen. Hát, hogy nincsen sport, nem lovagolsz, nem... Én szeretek. Ide be tudsz szállni? De én bemegyek. Bemész? Menj be. Nem úgy gondolod? Hát dehogy nem, csak nem szokott hely lenni.
Tehát? Hát akkor majd kijövök. Nem, szeretek vásárolni, hát így adok magam meg a színpadra igazából, én megtisztelem a színpadot, és úgy öltözöm fel, hogy nekem fontos az is, hogy normális cuccaim legyenek. Na, megérkeztünk az étterembe, akkor jól lakunk, utána lefekszünk egy fa alá és alszunk egyet, benne vagy? Jó. Nem beszéltünk ma, így, hogy most hamarosan bevágunk egy tányér pacalt, ha értem, mire gondolok, hogy te úgy éled az életedet, ahogy a rockerek, tehát, hogy minden? Cigi, pia... Nem. Cigiz, de abszolút nem cigizek. Még? Hát még csak délután van. Nem is cigiz, de illetve 8 éves koromban egy hétig cigiztem, azt mondom, ez a legjobb a világon, és leraktam, és nem hiányzott egyáltalán. És a többi? Hát inni azért iszom. Van, hogy módjával, van, hogy nem. És a rockerek élete? Hát most már kicsit azért visszafogom, már idős ember vagyok, azért már... Ó, hát az még messze van. Hát már kicsit vagy rám azért... céloztál? Hát egy már normálisabban azért, mint pár éve, de... Kell vigyázgatni? Rockerek. Tehát így most világos, hogy pacal lájtot eszünk, de hogy úgy... Tehát te mégis kín vagy a színpadon, meg omlalk a lábad előtt a csajok. Hát most igen, egy kicsit elmentem. Nem erre céloztam, de ha már itt tartunk. De abszolút, tehát az a baj, hogy nálunk mind a három másik tag nagyon célnövékony. És amikor fényképeken, meg videón, ők néznek ki normálisnak, én meg úgy nézek ki, mint egy nagy tehén. De, hogy is? Hát mondjuk azt látom, hogy mindig hátul állsz, de... De viszont te írod a dalokat. Ennyi. Tehát akkor most nem probléma. De amúgy nem szoktam annyira figyelni. Van, hogy összeszedem magam, és akkor le tudok fogyni ilyen 20 kilókat is akár, de... De hát meg hogy néznék ki? Mint egy ceruza. Hát úgy néznék ki, mint az Eddie. Hát tudna, ki akar kinézni. Akkor becsapjuk ezt a pacalpörköltet, amire Sanyi meghívott bennünket, ködös barátunk, és azt javaslom, hogy feküdjünk le az asztalára és aludjunk egyet. Jó. Jó? Úgyhogy jöhet az ebéd. Sanyikám! Na, fiatalok! Azt az egész! Pacal Lightot kiért! Ki lesz az Update 1-es? Az enyém! Az a követ, ja, az Update 1-es... A követ nélkül az Update 1-es. Az enyém! Azt mondta Szereszti Roske, hogy ó, de jól néz ki! Kovjubi? Ad is az enyém! Mert abban itt ezzet nincs. Annyi. Igen. De jövő héten már, sőt már a héten kész lesz a saját házi kovjubink. Én azt a... Azt láttuk, kín van, ahogy hívják be a kocsiba. Így van. És ez olyan, mint amit a múltkor adtál? Nem, jobb. Ezt egy másik helyről hozottam, és ott még jobban főznek, képzeld. És most csak a kamerák miatt létszeres füllensd azt, hogy csak miattunk csináltál pacalt. Csak miattatok csináltam pacalt. De egy 6 kilót, úgyhogy addig nem mentek el. Nem megyünk sehova, addig elleszünk. Jó, mindjárt hozom nektek a félbarna meg a rossz kenyeret. Van az a bomba csípős. A bomba csípős, így van. Köszönjük. Hát figyelj, addig szerintem nézzük meg, hogy lesz ez. Sanyi meg még közben hoz nekünk kenyér. Hát akkor tesó, jó étvágyat! Jó étvágyat!
Még nem nőttem fel, van a szívem, hát így fogadj el, és ha néha tévútra visz majd a tér, ez a rossz fiú tud hazatér. Tibikém, hova hoztalak apukám? Haza. Hazahoztalak, mi? Oda néz, ott van az indián, ám bár most nem, nem egészen indián, hanem úgy néz ki, mint egy bizs tulajdonos. Jó napot! Tiszteletem! Szeva! Én, papám, szigorúan egy. Mi már nem úgy szállunk le, mint régen. Csak. Én azért állok. Szevasztasó. Szevasztok. Hát figyelj, mi lettél? Minek hívják ezt? Fürdőmester? Fürdőmester? Koronmester? Nem is tudom. Hát mindegy. Buli szerviz. Barátok. Hol a piros izé? De tényleg? Ja, Bévácsos tudsz? Gondoltam, hogy ha már te varod ki őket, meg te csinálod ezeket a nagyon gagyi videoklipeket. Igen, tudod, melyik is a zenekar, amiben dolgozol? Jaj, a csengő hangot, mai napig az meg a stage passzától. Persze. Figyelj, Pajtikám, mi van itt most? Nyitás előtti állapot, úgyhogy ebbe vándoroltam át. Na de marad a filmezés, minden marad, csak ez egy jó lehetőség volt. Tehát a következő láb. Így van, ami... Ami egy picit le tud ültetni, talán előbb-utóbb, most még nem, mert Melodogivel, de egy új kis, mondjuk úgy, hogy ez egy beach club, ital a kajával egyben, pont az jelenlegű barátoknak, akik szeretnek elvonulni. Aha. De azt kérdezd meg tőle, hogy nem kérdezd meg, én is szeretek elvonulni? Hogy jön ő a képbe? Hogy jövök én ide? Fia, most például látom golfkocsiba. Igen, most tényleg golfkocsiba jöttem. Na hát nézzünk körül. Hát a Tibikém, ez az élet, nem ám mi dolgozunk, érted? Ugye? Én dolgozom a tévébe, megyek forgatni, te mész koncertekre, az indián meg itt fekszik a napon. Csak hétvégén megy koncertekre, én egész héten itt dolgozom. Arról mesél nekem, hogy mi volt az első olyan, amikor és hát autentikus a helyszín, egy gyönyörű helyszínen, amikor ezzel az emberrel összehozott az élet. Szerintem a szórakozás volt az első. Éjszaka, a szórakozás, bulizás, még voltak régi kultikus blackjack és egyéb szórakozók, amik már nincsenek. És szerintem ott, tehát rockbulikon volt az első kapcsolat. Meg az első tetős stúdió, amit indítottunk a Sárközi Zsoltival, az ilyen banda törzshely volt. Aha. És akkor még nem is volt huligán, szerintem akkor tájt alakult. Akkor pont. Jaj, akkor pont, jaj, és akkor ott mindenki járt oda, azon az, hogy mindenki egy ilyen klubhelység volt végigben a stúdió. A tetoválás volt előbb, vagy a videoklip? Tetoválás. Tehát már tetováltam őket, amikor beszélgettünk az első klip lehetőségével. Te hogy emlékszel vissza az emberre, hogy kerestétek meg? Nekem is és a tetoválás volt először, mint a videoklip. Én tudom, nem úgy értem, de hogy a videoklip persze. Miatt ki kereste meg, hogy kereste meg volt el eléged. Mi volt az első klip? Első klipünk a Paradicsom volt, és elkezdtünk beszélni erről, szerintem, hogy most ezzel fog foglalkozni, és akkor kipróbáltuk így egymást, és szó nagyon nagy sikerű volt az egész. Biztunk benne, mert barátunk, és nekik is az első klipjük, nekem is az első klipem. Tehát ez komoly, egy, együtt indultatok, ezt tehát nem ez tudtam. Ez ilyen beszélgetés volt, hogy nekem lenne ehhez kedvem, csinálnám, ugye nekik, mint induló, nem volt mögöttük mi sem, akkor tök jó csináljuk ezt így együtt. Van, akkor az egy forróban volt. Csak nem beszél a vaktilágban, úgy voltunk, hogy biztos, hogy jó lesz. Igen, meg tudták, hogy én filmezem, csak másik oldalról, meg színházazom, tehát abban a közökben benne voltam, csak én, mint magam nem csináltam saját produkciót. De attól tartok, ahogy így rátok nézek, meg a varrásokra, meg egyébként, hogy azért a Hooligans zenéje sem már olyan távol tőled, ugye? Hát persze, hogy nem. Sőt, a Paradicsomban még jó magam is benne vagyok, mert az utolsó percben lemondta a főszereplőnk, egy vietnámi srác, és mégis én vagyok az újság papíros srác. Na hát látod, ezt mondtam, hogyha, és nem is B-verzió, hanem egy másik láb, mint ahogy az indiánnak is számos teendője mellett, látod, itt van ez a gyönyörű beach, hogy
Szálljon be? Nem, de hát ezt akartam kérdezni, hogy nem, tehát, hogy nem gondolkoztál olyasmin, hogy esetleg... Még nem, most így felnyitottad a szemem, így most már elgondolkodom. Na de komolyan! Tényleg nem gondolkodtam még eddig ilyen, nagyon fiatal vagyok még, de abszolút van benne ráció. Nagyon fiatal vagyok. Nekem azért lett ez meg két láb kidőlt, tehát az pótolja most ehhez. Tehát én már nem színházazok, már nem kaszkadőrködöm, és az, ami ott elment időben, azt most ide tudom beletenni. Ez csak egy szezonális hely, tehát ez 4-5 hónap is vége. Tibikém, Tibikém, tényleg nagyon büszke vagyok rá, hogy te vállaltad ezt a napot. Nagyon szépen köszönöm. És remélem, hogy jól érezted magad. Nagyon jól éreztem magam, Tibikém. És azt kívánom neked, meg magamnak, amit a mély interjú közben beszélgettünk, hogy 15 év múlva ugyanitt veled. Úgy legyen. Jó? Ámen. Teljesüljenek a vágyaid. Köszönöm szépen. Ciao. Ciao. Szia, Tibikém. Éles látásomat a Trend Optikának köszönhetem.